veszed meg a Bethesda termékeket! Oven meg Cambridge termékek a videósport.hu oldalon. Üdvözöllek a csatornám! Megint ide kattintottál! Megint úgy voltál vele, hogy megnézem, hogy az Owens Gendry milyen videót csinált! Megnézem, hogy ez a mainstream milyen videót csinált! A kokonosi testvéreket pedig üdvözlöm teljes szívemből, szeretettel! Egy újabb, csodálatos mainstream contenttel érkeztem! Mint nap jött egy csomag, egy ilyen unexpected csomag. Valószínűleg ugyanattól a cégtől, akik a fidget spinnereket küldték. Aki nem tudná, hogy mi az, hogy fidget spinner, bár nem hiszem, hogy van ilyen ember itt, a neten, YouTube-on, magyar közösség között. A fidget spinnernek az a lényege, hogy... Hagyjad. Fidget cube. Kérek szépen, ez a fidget cube, magyarul fidget kocka. Ennek ez elvileg a hivatalos neve, vágod? Ez elvileg a hivatalos neve. Fidget Cube. Ez egy kocka, aminek minden oldalán elvileg van valami, valahol gomb van, valahol ilyen tekergetős izé. És ugye ennek tulajdonképpen mi a lényege? Utána néztem neten, már nem akartam úgy videót csinálni, hogy tiszta hülye vagyok hozzá. Elvileg ez is már elég régóta létezik. Csak ezt is most kapták fel úgymond a fidget spinnerrel együtt, mert a fidget spinner is létezett már nagyon régóta, csak eddig a kutyát nem érdekelte most meg. A lényeg az, hogy ez a kocka stresszoldó. Elvileg stresszoldó hatása van, az olyan embereknek találták ki, akik például mindig hamar idegesek lesznek, és vagy vannak azok a tipikus emberek, akiknek tényleg mindig fogdosni kell valamit a kezükbe. És azoknak, és ezeknek az embereknek találták ki ezt a kockát, hogy például ne a tollat nyomogassák, vagy ne a izét piszkálják, vagy ne olyan dolgot tegyenek tönkre idegességükbe, hanem fogják meg ezt a kockát, azt nyomogassák. Darabkod, nyomás, tehát ezt is be tud nyomni, hallgass, ASMR. Semmi értelme nincs, csak meg tudod nyomni. Tetején van egy ilyen fityma, vagy nem tudom mi ez. Ezt is meg lehet nyomni, lehet így csavargatni. Ezen az oldalon egy ilyen nem tudom, megfogom, és így, ez is így forog, meg itt vannak ilyen... Lekapcsolom a lámpát! Tényleg valakinek van ilyen a zsebébe, hogy megy az utcán, és akkor... Úristen, lekéstem a vonatot! Vagy megy a hisz, és akkor Úristen, elment a buszom! Figyelj, Csube, segíts, le kell nyugodjak! Igen, tehát nem nagyon tudom ezt kommentálni, megmondom, hogy ez ilyen, megyek az utcán, azt kockát akarok csinálni, nem elég, hogy kimegyek a szabadba, még a szabadba is kockát csinálok, mikor alapból kocka vagyok. Nem, de tényleg srácok, ez ilyen, nem tudom. Lehet vele hülyéskedni, lehet így, nem tudom, mindig egy kocka jön ki a végén. Nem tudom értelme. Ez ilyen időtöltés, vagy esetleg ilyen nyugtató hatása van, közben elgondolkodik az ember, vagy igazából nem tudom. Valószínűleg igen, valószínűleg valami ez van a háttérben, hogy így elgondolkodok. Csinálok már pár kockát. Honnan fel kéne fejleszteni a WoW karakteremet 80-ra. Csinálni kéne videót, csinálni kéne rant videót a trollokról. Ez meg what the fuck? Erről csináltam már egy Instagramos videót. És tulajdonképpen ezen is ilyen gombok, meg ilyen fogdosások, de nem tudom egyszerűen meg nevezni, hogy mit látok rajta. Van például egy ilyen analóg kar, ami teljesen úgy funkcionál, mintha tényleg valami PS3 vagy Xbox controller volna. Benyomni is ugyanúgy lehet, ilyen R3 feeling. Ez tényleg ilyen, nem tudom, lehet valaki nagyon szeret, és akkor nehogy már a joystickomat tett tönkre, te hülye, itt van, ezt nyomogass nyugodtan. Ez hogy mi? Ez a kiálló ez erről fogalmam sincse, hogy micsoda a gyerekek. Itt vannak ilyen lefel tudom húzgálni a hangerőt, fú, mély, maxra tegyük. Meg itt van egy ilyen fehér gomb, ami... Ilyen kisebb fajta kapcsoló, vannak itt ilyen kis gombok. Semmi értelme, van itt, amit lehet itt forgatni. Egyszerűen nem tudom hova tenni ezt a dolgot, hogy ez most tényleg, most én viszem magammal, és akkor hú, hát nekem azon a lalókat kell piszkálni, vagy hú, nekem fel kell kapcsolni a lámpát, és akkor megyek, és akkor
Szóval nem tudom, nem tudom gyerekek, hogy ez mi. Fogalmam sincs, hogy ez mi. Kaptam. Jó, hát megtartjuk. Biztos, amilyen ideges természetem van, én úgy gondolom, hogy mindenképpen szükségem van még vagy 8 fidget cube-ra, és ezt mind a zsebembe fogom hordani, és így majd, fú, mikor jönnek a trollok ide a komment szekcióban, akkor azonnal nyomkodni fogom a golyókat, meg a kockákat csinálok a kezemből, meg fel akarom kapcsolni a villanyt. Tehát, hogyha jön a troll, én azonnal fel akarok kapcsolni a villanyt. Hát srácok, igazság szerint ezt a három dolgot kaptam, csak így random, gondolom ezt is ugyanúgy bemutatásra. Mindegy, be is mutattam igazából, mert nem tudom, most ez lesz a következő felkapott stílus? Ez lesz a következő felkapott cucca fidget spinner után? De ha nem marakoszoktok meg, én maradok a fidget spinnernél. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a kis Muda Fucsa Fidget Cube videót. Maradjatok velem, mert a mai napon még két videóval jövök nektek. Bocsánat, még egy videóval. És legyetek mindig királyságosak. Ideges vagyok, nyomkodnom kell.